Budapest Jazz Orchestra 20 évvel ezelőtt alakult, és hát tulajdonképpen nem terveztünk ilyen hosszú időre. A kezdeti időkben arra törekedtünk, hogy ezt a stílust megtanuljuk, bár Magyarországon több ember is mélyen foglalkozott ezzel a műfajjal, de mind zenekar nem volt előzmény. Egészen kiskoromban Sopronba kezdtem el a zeneiskolába járni. Családban, apai ágon elég sok zenével foglalkozó művész volt. A klarinéttal elég sok mindent kipróbáltam, játszottam Sopronban Schramlit, meg akkoriban nyílt a határ, és akkor Ausztriába hozták a közönséget, rengeteget játszottuk a Marica grófnőt, és éreztem, hogy ez a klarinét az nem teljesen az én világom, ahova általa el tudok jutni. És hát tulajdonképpen édesapám vett egy tenor szaxofont 17 éves koromban, elkezdtem szaxofonozni, és sokkal közelebb állt hozzám azokhoz a gondolatokhoz, ahogy én egyébként a világról is akár gondolkodom, nem csak a zenéről. És hát a szaxofon pedig a jazznek az egyik alapvető hangszere, tehát onnan már elég rövid út vezetett ehhez a műfajhoz. Wandering out from door to door, why don't you do right like some other do? Célul tűztem ki azt, hogy amellett, hogy csinálunk mai kortárs big band jazzzenét is, akár énekesekkel, akár hangszeres szólistákkal, illetve létrehozunk instrumentális produkciókat, célom volt, hogy a magyar vokális kultúrával, akiknek nagyon jeles képviselői vannak, és sokan nagyon markáns stílus képviselnek ebben az országban, velük is létrehozunk produkciókat. Ebben a nehézség csak az volt, hogy nem akartam elveszíteni ezt a sok mindent, amit korábban megtanultunk. Tehát sem a gyökerekkel való kapcsolatot és megszerzett tudást, amit a régi big bandekből tanultunk, sem azt a fajta mostani hangszerelési, jelenkorbeli zenélési kultúrát, ami a big bandnél is ugyanúgy létezik, mint sok más zenei stílusban. Ezért a nagy feladat mindig az volt, hogy találni egy olyan szólistát, aki elbírja azt, hogy mögötte a Budapest Jazz Orchestra olyan módon nyilvánul meg, hogy saját magát is tudja reprezentálni, tehát nem csak mint egy kísérő vagy kiszolgáló. Minden zenekarnak van egy úgynevezett szandja, erre igazából jó magyar szó nincsen. Azt mondom, hogy egy hangzás, de ez sem adja ezt vissza, ez olyan, mint egy embernek a personális saját hangja. És tulajdonképpen ez a hangzás, ez a keret egy részről, ami azonos ezekben a produkciókban. Másrészt azok a hangszerelési és előadási zenei elemek, amit mi magunk fejlesztettünk ki ez alatt a 20 év alatt, és ez mindenben mindig közös lesz, akkor is, hogyha alul csak megy a 2-4 és a Weaver Rakjút játsszuk, vagy egy swinget, akkor is mindig lesz valami, ami ránk utal, ez a saját hang. Kevés ilyen nagyzenekari produkció van Magyarországon eleve, ami a könnyű zenével kapcsolatos, mert valahogy megszoktuk azt, hogy a könnyű zenei produkció kisebb csapatokhoz kapcsolódnak. Ella Fitzgeraldra emlékezni az gyakorlatilag olyan, mintha a jazz éneklésre emlékeznénk, ő az első ikonikus nagynői szólistája ennek a műfajnak. És a három énekesnő, aki ebben a produkcióban részt vesz, mindannyian más-más oldalról közelítenek hozzá, ettől izgalmas a dolog. Ella Fitzgerald repertoáriát halljuk, picit mindig másmilyen felfogásban, és hát az is kuriózum, hogy ez a három énekesnő mind három ebben a produkcióban jazz-t énekel.